Tisztelt vendégeink, tanáraink, kedves diáktársaim! Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium hagyományos karácsonyi ünnepségére eljött, és jelenlétével megtisztel bennünket. Ünnepségünk alkalmat ad arra, hogy minden évben egyszer iskolánk egykori dolgozói és jelenlegi tanárai, valamint diákjai és meghívott vendégei együtt időzhessenek a közelgő ünnepekre hangolódva. Ez a rövid idő lehetővé teszi, hogy ráhangolódjunk a közelgő karácsonyra. Szívesen látott vendégeink, és még ezen a napon azok az általános iskolás tanulók és kísérőik, akik eredményhirdetésre érkeztek. Iskolánk minden évben az őszi időszakban megrendezi Kiskunhalas és környéke általános iskoláinak 8. osztályos tanulói részére a matekoló, a közgazdászok, illetve az internetes nyelvi versenyeket. Karácsonyi ünnepségünk keretén belül szoktuk jutalmazni a matematikából, közgazdaságtanból, angol és német nyelvből legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtott tanulókat. Felkérem Szauter Zsuzsa tanárnőt a matekoló, Gyenizséni Nagy Zsófia tanárnőt a közgazdászok, Sütőné Mohósanit a tanárnőt pedig a nyelvi verseny értékelésére és az eredmények ismertetésére. Kérjük az egyes versenyek díjazottjait és felkészítő tanáraikat, hogy a díjak átvétele után maradjanak a színpad előtt, hogy közös képet készíthessünk róluk. A díjakat és jutalmakat Téglás László igazgató úr adja át. Iskolánkban 1998 óta rendezzük meg a matekoló matematika versenyt a város és a környék 8. osztályos tanulói számára. Közben többször is változott a verseny lebonyolítási rendje, jelenleg teszt jellegű, illetve részletes indoklás számolást igénylő feladatok együttese adta ki a verseny dolgozatot. 41 diák nevezett és írta meg ezt a dolgozatot iskolánkban, és akkor most nézzük a legjobbakat közülük. Az 5. és a 6. helyen holtverseny alakult ki, 34-34 ponttal végzett Gruber Balázs és Sárvári Nándor, mindketten a Keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda 8. A-osztályos diákjai, felkészítő tanáruk Tusori Tibor. Negyedik helyezett lett 36 ponttal Ilovai Bálint, a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 8. A-osztályos diákja, felkészítő tanára Birkás Éva. A 3. helyen végzett Nagy Norbert 37 ponttal, ő a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 8. B-osztályos tanulója, felkészítő tanára Karsai Zsuzsanna. Második helyezett lett 43 ponttal Gombkötő Gábor, a Keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda 8. A-osztályos tanulója, felkészítő tanára Tusori Tibor. Az első helyezett, és ezzel a 2015-ös matekoló verseny győztese 51 ponttal Tihanyi Janka, a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 8. A-osztályos tanulója, felkészítő tanára Karsai Zsuzsanna.
Gratulálunk a díjazottaknak és tanáraiknak, további sikereket kívánunk! Gratulálunk a díjazottaknak és felkészítő tanáraiknak. Mindannyiuknak további sikereket és eredményes munkát kívánunk. Reméljük, közületek minél több tanulót üdvözölhetünk jövőre iskolán 9-eseként. Én is nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket. Az angolok sok eredményhirdetésével szeretnék kezdeni. Megosztott harmadik helyezettünk volt Zöldi Roland, a II. János Pál katolikus iskolából Kecerről, felkészítő tanára Rónainé Varga Zita. És Lajkó Marcell, a Kertvárosi Általános Iskolából, felkészítő tanára Törteliné Salac Éva. Második helyezést Míg Tibor érte a Kertvárosi Általános Iskolából, felkészítő tanára szintén Törteliné Salac Éva volt. És a legjobb eredményt teljesített Nagy Rebeka, Kecerről, a II. János Pál katolikus iskolából. Tanára Rónainé Varga Zita. Gratulálunk nekik! Németesek közül harmadik helyen végzett Grubel Balázs, Kecerről, a II. János Pál katolikus általános iskolából. Tanára Giberné Domonyi Eszter. Második helyezett Miskei László, a Kiskunlassi Felsővárosi Általános Iskolából. Felkészítő tanára Knáb Jánosné. És ketten érték el a legjobb eredményt, mindketten a Kiskunlassi Felsővárosi Általános Iskola tanulói, Móricz Csenge és Úrfi László, őket Cseriné Benkóczi Mónika tanárnő készítette fel. Köszönjük, hogy részt vettetek versenyünkön, és várunk benneteket iskolánkba. Iskolánk az idén is meghirdette a közgazdászok vetélkedőt a 8. osztályos tanulók számára. Nem titkolt szándékunk, hogy ezzel a versennyel elsősorban a közgazdaság és szakma iránti érdeklődést szeretnénk felkelteni, és egy kis szemléletformálást szeretnénk a kérdéseken keresztül kialakítani. A verseny két részből állt. Az első részben elektronikus formában teszteket oldottak meg a gyerekek, és a
legjobb 12 bejöhetett az iskolába, és itt egy második fordulót is szintén elektronikus teszt kitöltésével kellett lebonyolítanunk. A verseny második részében pedig egy házi dolgozatot kellett készíteniük, mert minden évben azért szeretnénk elérni, hogy olyan kérdésekkel foglalkozzanak a gyerekek, ami nagyon aktuális és nagyon fontos, hogy a szemléletük ilyen irányban is fejlődjön. Az idén a világ globális problémáinak a feldolgozása volt a feladatuk. Természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelően nem várhattunk el tudományos dolgozatokat, de az volt a célunk, hogy gyűjtsenek információkat, és adjunk lehetőséget arra, hogy esetleg saját gondolataikat is megfogalmazzák. A három forduló összesített pontszámai alapján alakultak ki az eredmények, és először a különdíjasokkal kezdeném. Különdíjat azért adunk, mert csak néhány pont választja el ezeket a tanulókat a dobogós helyezésektől. És azt kérem, hogy először csak a gyerekek jöjjenek ki, és majd később a kísérőtanárokat szólítanám. Különdíjat kapott Hollósi Csilla, a Tázlári Általános Iskola diákja. Szabó Vivien, a Felsővárosi Általános Iskolából, és Kádár Réka, a Fazekas Mihály Általános Iskolából. Gratulálok nektek! Harmadik helyezést ért el a Felsővárosi Általános Iskolából Gusztos Vivien. A dobogó második helyezésére kapott lehetőséget Angenbrand Máté, Soltvadkertről. És szintén Soltvadkertről Kormos Eliza, a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolából. És miután ez nem egy tantárgyi verseny volt, nem közgazdaságtanból kellett versenyezniük, ezért a kísérő tanároknak óriási szerepe volt abban, hogy buzdítsák, segítsék a verseny folyamán a diákokat. Különös tisztelettel szeretném szólítani Reszli Enek Henriette kolléganőt, a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolából Soltvadkertről, akinek az idén első-második helyezése, és ezen kívül még egy 6.-8. helyezett diákja volt. Szeretném megköszönni Bánóczkiné Király Éva kolléganőnek, a Felsővárosi Általános Iskolából, aki már évek óta hagyományosan hozza a diákokat, és az idén 4. helyezés, külön díjjal 3. helyezés, 5. helyezés és 7. helyezett diákoké volt. Köszönöm szépen Papné Csipak Andrea tanárnőnek a Tázlári Általános Iskolából. 2 diákot is elhozott az idén, egyikük külön díjat kapott, másik pedig 9. helyezést ért el. És végül, de nem utolsó sorban, Karsai Zsuzsannának is nagyon köszönöm, hogy a Fazekas Mihály Általános Iskolából évek óta hozza a diákokat lelkesen. Egy 4. helyezett és egy 6. helyezést ért el a diákja.
Nagyon szépen köszönjük a munkátokat, és várunk benneteket. Most pedig nézzük meg a 10. évfolyam ünnepi műsorát Molnárné Vencel Katalin tanárnő rendezésében. A dalokat Sós Erika tanárnő tanította be. Hallod-e, János? Én már az éjjel nem olvashatok. Az idő még 9. Ugyan, vedd elő azt a szent könyvet, és olvas nekem belőle. Hadd részesüljek én is az angyalok éjszakájának ájtatosságában. Hun olvassak? Itt olvasd. Véletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nincs tovább. Hát olvasd akárhol szent igék ezek, akárhol szánt a szemed belé. Boldogok, akik nem láttak, mégis hisznek. Mégiscsak boldogabbak voltak azok, boldogabbak voltak, akik látták őt. Még nem is éltünk mink is akkor. Azok a Krisztus feszítők láthatták, míg nem láthatjuk. Én csak azt nem értek, hogy hogyan nem ismerte meg az a két tanítvány. Sötét volt már akkó. A szaváról is megösmerhették volna. Én a csizmája kopogásáról is megösmerem, aki erre jár. De hát azok mezítláb járnak, édesapám. Hogy Jézus urunkat mög nem ismerték. Ezer ember közt is egyszerre megtalálná a szemem. Jaj, ember, jaj be! Igen, gyönyörűt álmodtam. Hagyj aludnom, éppen Szent Tamás apostol beszél velem. Én is éppen a Szent Apostolt láttam én is. Nekem szólott, azt mondotta, hogy holnap meglátjátok Jézust, mivel ez a szívetek kívánsága. Isten bizony így mondotta. Éppen ezt mondta nekem is. No, gyerekek, olyan szépet álmodtam, aminőt még soha. Krisztus Urunk izeni, mondta a Szent Apostol, hogy holnap láthatod is, beszélhetsz is vele, András, hiszen ez a kívánság a szívednek.
Nem álmodtam én még ilyen szépet soha. Bizony még valami csodát látok vénségemre, ez máj szép ünnepnapon. Maga Marcsa, gyűjjön be, takarítson a karácsonyfa körül, legalább lát is valami szépet. A doktorfiam hozott nekem ajándékot Pestről, amilyet még nem látott a maga falusi szeme. Istenem, Istenem, nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy az uram is láthassa, meg apám uram, mert ezt a képet megálmodtuk az éjjel, mind a hárman, egyazon órában megálmodtuk. Patkós az urat csizmája, az apósodé is, minden lépésük belényomódik a padlóba. Nem, nem engedhetem. De legalább az uramat engedje be. Jó van, no, jöjjön. No, a mi kérésünk beteljesült, mert láthattuk Jézust. Uram Istenem, én 14-szer hordoztam a búcsú keresztet. Az idén húsvétkor a Persejbe ezüst forintot adtam. Az új harangon, az állomáson akkorát emeltem, hogy 2 hétig fájt tőle a derekam. Nem bicskáztam meg senkit, Varró Bálintot se. Pedig rám fogta, hogy én törtem fel a zsidó kamráját, és ez miatt 4 hetet ültem a gyanúba, míg végre ő került oda. Ilyesmit nem lehet megbocsájtani. A szent parancsolatodból nem bántottam, hogy a gonoszságot ne viszonozzam gonoszsággal. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te ország. Ennyi. Hát te még ezen a szent ünnepen is. És ez nem a mi falunk béli kódus. Ez nem Kecöli Ambrus. Gyere be, egyé, igye, melegedj. De elszakadott a kendlábán a bocskor. No, se baj, majd adok egy másikat, hogy ne fázzon a kend lába. Hogy elment, és még azt sem mondta, hogy Isten áldásával. No, nem baj, nem járhat messze. Majd én utána viszem azt a csizmát. Hát ez meg ki gyereke lehet. Sosem láttam én itt erre. Ne haragudjanak a maguké, ez a kölyök? Nem ismerjük. Hát akkor elviszem a jegyző úrhoz. Thank you.
Már ne haragudjon, jegyző úr, hogy nem hivatalos ügyben zargatom. Itt találtam a földön egy fiúcskát. Nem tudja, melyik házba való? Hál' Istennek semmi baj. Fölébredt és hazament. Hát ez nagyon különös. Pedig úgy láttam, nincs benne élet. Hát ez a varró Bálint meg hazament, hogy abba a házba halljon meg, ahol született. Hallod-e, Bálint? Nem láttál erre az úton egy fiúcskát? Nem láttam. Hát ez nagyon különös. Hogy tudhatott elmenni? És egy fehér szakállú rongyos koldust? Nem haragszol már, András? Dehogy haragszom. Hát hiszen emberek vagyunk, nem? Hát gyere be hozzám egy pohár borra, elmondom, mi történt velem. Szívesen, de inkább hónap, mert ezt a csizmát akárhogy is elviszem annak a szerencsétlen kódusnak. Hát kent hol csavargott édesapám? Hát találkoztam Varró Bálinttal. Ah, nem lehet, hiszen meghalt már rég ideje. Hiszen mondom, hogy találkoztam, még kezet is fogtunk. Hát akkor már jártába is álmodik kent, mert avval nem találkozhatott. 10 esztendeje is van, hogy meghalt. Mondtam is kennek, csak hogy elfeledte. Képzelje, a nagyságos asszony a templomnak ajándékozza a képet, és akkor maga is megláthatja. Ó, uram, hogy megígérted, nekik teljesült, nékem nem. Ó, balgatag ember, mit csodálkozol te azon, hogy némelyek nem ismernek meg engem? Megmondottam, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. S ti látván láttok, de meg nem ösmertek. Lám te is, háromszor is láttál ma engem, mégsem ismertél meg. Pedig hát első jelenésemben meg is vendégeltél, második jelenésemben meg is hordoztál, szűröddel betakargattál. Harmadik jelenésemben a kezemet szorítottad a magad kezébe. Szorítottad ellenségednek megbocsátó szívvel, miként én rendeltem a hegyen. És ha te mégsem tudtad, hogy én ki vagyok, hogyan ösvernének meg azok, akik senkin nem könyörülnek, senkin nem segítenek, és az ellenök vétkezőknek meg nem bocsátanak. Thank you.
A tizedikesek nem csak ezzel a lélekemelő műsorral örvendeztettek meg bennünket, hanem saját készítésű ajándékkal lepték meg iskolánk minden dolgozóját, melyből most nyugdíjas dolgozóink és meghívott vendégeink is részesülnek. Fogadják tőlük szeretettel! Végezetül hallgassák meg igazgató úr zárószavait. Kedves diákok, kedves kollégáim! Az ünnep utolsó megelőző pillanataiban igaziból már csak a köszönet szavaival kell élnünk. Ezt is szeretném megköszönni a tizedikes remek tanulóinknak ezt a szép műsort. Külön szeretném megköszönni Molnárné Vencel Katalin tanárnőnek, meg a pici fiának, aki igazi tekós gyerek lesz egy-két éven belül, de már tiszteletből tekósként most is gondolunk róla. Ügyes volt nagyon. Tanárnő volt a főszervező a műsornak, és szeretném megköszönni Sós Erika tanárnőnek is a műsor zenés énekes számaiban való közreműködését. Tehát köszönöm szépen nektek a... Ezen keretek között is szeretnék gratulálni ezeknek a remek nyolcadikos diákoknak, akik ezen a versenyen bármiféle helyezést is, méltatást is elérhettek, hiszen a mi gondolkodásunkban hihetetlen fontos az, ha most nagyon ilyen szakmai kifejezést akarnék használni, a tehetséggondozás, de nem fárasztanék ezzel már senkit, de ettől függetlenül azt hangsúlyozom, hogy szóval a mi gondolkodásunkban nagyon fontos az, hogy a hozzánk érkező diákokban megtaláljuk azokat a pluszokat, amikkel érdemes foglalkoznunk, amit érdemes kinyitnunk, mert hát ha ez lehet egy olyan iránymutatása a középiskolás 4 évnek, amire ezek a fiatalok akár egy életpályát is tudnak alapítani. Hát szerintem talán az egyik legfontosabb dolga az iskolának, és hogyha egyel tovább lépek, nekünk pedagógusoknak. És akkor szeretném is megköszönni a felkészítő tanároknak is a munkáját. Bátorítom őket, hogy jöhetnek szakfelügyelők, meg tanfelügyelők, meg ilyen szakértők, meg olyan szakértők. A jó tanárnak helye van mindig is minden iskolában, és egy jó iskola jó tanár nélkül nem ér semmit. És a jó tanárok azok nevelnek olyan fiatalokat, és engednek fiatal felnőttként az életbe, akikre büszkék lehetünk, meg büszkék lehetnek, vagy büszke lehet a hazájuk is akár, hogyha még nagyobb kitekintést tesz. Tehát én köszönöm szépen a felkészítő kollégáknak is, meg itt most már minden pedagógus kollégrá is gondolok, az egész éves kitartó munkáját, és hát egyetlen egy dolog lehet már csak hátra,
áldott ünnepeket kívánok mindenkinek, és egy vidám, kiszámíthatóbb jövő évet, vagy jövő évet, elkövetkező éveket. Isten áldjon mindenkit!